Amikor volt a patchwork kiállításom, akkor is ezt hangsúlyoztam, hogy igazság szerint engem a szépség vonz. A Dési Hubert Művelődési Házad otthont Formanek Judit hímző és foltvarró alkotásaiból készült a Szép lelket az embernek című kiállításának. Én gyerekkorom óta kézimunkázom, úgyhogy az egész életemet végigkísérte, és ráadásul nagyon sok oldalú vagyok, sokfélét szeretek csinálni. 12-féle kézimunkatechnikát mutatok be. Van hartanger, van ékszer, van frivolitás, mindenféle érdekesség. A kiállítás anyaga nem csak a nagyszámú technikát öleli fel, hanem időben is egy életmunkája látható benne. A művésznőt, aki a hímzést és a kézi munkázást édesanyjától tanulta, a motivációjáról kérdeztük. A hímzés vagy a kézi munkázás az erősen lelki folyamat, lelki. Tehát nem olyan, mint a patchwork, hogy varunk, szabunk, és akkor én, az is nagyon jó dolog. És én, mivel nagyon erősen lelki beállítottságú ember vagyok, mindig is a kézi munka volt az a csúcsok csúcsa, és aztán később megtanultam a patchworkot is. Szerintem a mai világunkban nagyon fontos, hogy az emberek szépségekkel foglalkozzanak, hogy ezzel ki tudják egyensúlyozni a hétköznapokat. Ez lehet bármilyen tárgy. Ha valaki tud saját maga készíteni, az a legcsodálatosabb. A tárlat május 16-áig tekinthető meg a Művelődési Ház nyitvatartás idejében.